Május végén készültek ezek a felvételek, akkor még javában zajlottak a felújítási munkálatok az Évisznél. Mára azonban megújult az intézmény, egy energetikailag modernizált iskolában kezdhetik meg pár nap múlva az új tanévet a diákok. Több mint 627 millió forint, ez a teljes támogatási összege az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatánál negyedik ütem című projektnek, amely keretében az Éviszt is fejlesztették. Ebben az évben 18 óvoda, bölcsőde és 3 iskola teljes felújítása a héten befejeződik, tehát a tanévkezdésnek nincs semmi akadálya. Az Éviszt is, a tantestület és a diákok már hétfőtől ilyen megújult állapotba veszik át. Konkrétan ez a 3 iskola egy energetikai fejlesztési program része. Ugye az elmúlt évben 4 iskolát újítottunk fel önkormányzati forrásból, és a 3 iskola mellett még 2 szociális intézményünk is megújult. A 2 szociális intézmény az albérlők háza és az éjjeli menedékhely, a projekt keretében az Évisz mellett pedig a Gárdonyi és a Súlya iskola is korszerűsödik. A Vasvári Pál utcai intézménynél a homlokzat, a lábazat, a padlásfödém szigetelése, a külső nyílászárók és a radiátorok cseréje is megtörtént, és 2 korlátlifttel is bővült az iskola. A fejlesztést helyszíni szemlén tekintette meg a polgármester, az iskola igazgatója, a kivitelező, valamint a szakképzési centrum kancellárja. Kiderült, egy korábbi szakképzési centrumos projekt keretében már napelemes rendszer is segíti a hatékonyabb energiafelhasználást. Létrehoztunk egy ilyen napelemes áramtermelő rendszert a Keopos program kapcsán, és igazából ezt tettük hozzá mi az Évízhez, mint nagyobb beruházást, a másik a város tette hozzá ezt az épület energetikai fejlesztést. Mit tudunk tenni ezzel kapcsolatosan, hogy amit a város megvalósít beruházás kapcsán, mi felújítások, karbantartások igyekszünk megőrizni utókornak, és a mai gyerek számára. A fejlesztés eredményeként az energiára fordítandó költségek jelentősen csökkennek, hatékonyabb energiahasználat és racionálisabb energiagazdálkodás valósul meg.